Az SBS Kft. Egy több mint 26 éves múltra visszatekintő vállalkozás. A cég fő tevékenysége az építőipari és földmunkagépek számára heggesztett acélszerkezeti részegységek gyártása. A vállalat 201 féle heggesztett acélszerkezeti készterméket állít elő, melyek közül 6 belföldön, míg 195 külföldön kerül értékesítésre. Virtuális sétánkon most bemutatjuk cégünket és tevékenységeinket. Az első állomásunk az alapanyagtároló, ami egy 3000 négyzetméter területű csarnok. Itt folyamatosan rendelkezésre áll a cég negyedéves alapanyag szükséglete. A következő állomásunk az SBS Kft. Életében az első olyan csarnok, ahol a munka megkezdődhetett 26 évvel ezelőtt. A csarnokot tavaly teljes körűen felújítottuk. A tárolóból egy görgősoron keresztül érkezik be az előgyártó csarnok vágóterébe az alapanyag. Ebben a csarnokban készítjük elő az anyagot, itt történik meg a csiszolás, az élletörés, ami később a készterméknél jelenik meg, mint felületi minőség. Ez már az előgyártó üzem kettes csarnoka. Az ide beérkező vágott alkatrészek forgácsolása történik itt, de a fúrás, marás, speciális élkiképzés és a forgácsolt alkatrészek előgyártása is itt valósul meg. A függőleges és vízszintes esztergákat egy-egy robottal szolgáljuk ki, a megnövekedett kapacitási igényeket így tudjuk a leggyorsabban kiszolgálni. Itt pedig az alkatrész raktárban minden olyan alkatrész rendelkezésre áll, amely saját gyártásból vagy kooperációból érkezik be. Ez pedig itt már a gémgyártósor, ahol bal oldalon a Caterpillar, a jobb oldalon a Liebherr számára gyártjuk a gémeket. Itt minden gyártmányhoz a raktárból érkeznek az alkatrészek. A gépek építése két műszakban történik. A készrehegesztést a kézi munka mellett robotokkal is megtámogatjuk. A csarnok végén található az a forgácsoló berendezés, amely egy kétoldali főorsóval rendelkezve rendkívül hatékonyan és nagy pontossággal képes a gémek végmegmunkálására. A következő állomásunk a Kramer sor, itt egy lean szintű elvek mentén felépített gyártósort alakítottunk ki. A tavalyi évünk legnagyobb fejlesztése az IGM hegesztő robot. Az állomás úgy lett kialakítva, hogy képes legyen mind az L-manipulátor önállóan működni, mint pedig a két munkadarab befogó együtt dolgozni. Az L-manipulátor 5 tonnát képes megforgatni, egy 3,5 méter átmérőjű körön. A teljes munkadarab hossza, ami befogható, több mint 12 méter, a teljes tömegterhelés pedig 10 tonna. A következő helységben már a részegységhegesztő robotunk dolgozik, amely időben és mennyiségben is kiszolgálja a gyártási folyamatot. A 10-es csarnokban gyártjuk az egyedi összetett termékeinket, itt készül a legnagyobb termékünk, egy 13 méter hosszú gém. Az itt dolgozó kollégák rendkívül magasan képzettek. A Goldhofer csarnokban dolgoznak a legképzettebb heggesztőink és lakatosaink. Az itt található, a munkához szükséges eszközöket mi magunk terveztük és gyártottuk le. A magas szilárdságú alkatrészek megmunkálása zajlik itt. A 12-es csarnokban kapott helyet az ország egyik legnagyobb forgácsoló berendezése. A gép egy rendkívül nagy pontosságú, 7 tengelyes forgácsológép. A teljes hossz nézve 20 métert is fel lehet rátenni, méterenként az asztalok 15 tonnát bírnak el. Az elmúlt évben vettük birtokba a legújabb szemcseszóró csarnokunkat. Itt két technológiát láthatunk párhuzamosan egymás mellett. Egy automata konvejor rendszeren keresztül érkezik be a termék, és így kerül leszórásra, felületi tisztításra a darab. Mellette egy nagyobb, egyedi működtetésű szemcseszóró kabin is található, itt az egyedi vagy nagyméretű termékek szemcseszórását végezzük el. A szemcseszóró csarnokkal párhuzamosan építettük fel a festőcsarnokunkat, ahol a gyártott termék mosási fázisa után a leszárítás, maszkolás, majd az alapozás következik. A szikkasztó, kittelő állomást követően a festőkabinba kerülnek a termékek. Így néz ki tehát röviden az SBS Kft. Teljes gyártási folyamata, az alapanyag beérkezésétől a kész termékig.